A szülő és a gyermek közti bizalom alapja lehet az együtt tanulás. Többek között erről is beszélt Rónáné falus Júlia gyermekpszichológus a Jászmin utcai iskolában szervezett előadáson. Az iskolában új kezdeményezésként jött létre a Szülők Akadémiája programsorozat. Tavalyi tanévben pályáztam az intézmény vezetői állásra, és akkor a pályázatomban tértem ki erre, hogy szeretnék egy újdonságként ilyen Szülők Akadémiája programot, sorozatot behozni, amivel a szülőket tudjuk támogatni. Megbeszéltük a kollégákkal, hogy mik lehetnek azok a témák, amik esetleg érdekelnék a szülőket, és amire eljönnének, és szívesen hallgatnának róluk. Ebben a tanévben két foglalkozás, vagy két, -két programot szerveztünk, és először Júliát hívtuk meg, hogy az otthoni tanulás segítése legyen, mert azt gondoljuk, hogy a mai szülők nem igazán tudják, vagy nem, nem igazán tudják, hogy hogy kéne segíteni a gyerekeknek otthon egy elsősnek is fontos, hogy otthon elolvassa azt a néhány kis szókapcsolatot, aztán mondatot és a kis olvasmányokat, és nagyon látható, hogy ki az, akivel foglalkoznak, ki az, akivel nem, és azt gondolom, hogy egyre kevesebb az a szülő, aki leül melléjük. Ez egy óriási váltás a gyerekek életében, amikor iskolába kerülnek, és egy teljesen újfajta napi rendel kell találkozni, egy teljesen újfajta terhelés, fizikai-lelki terhelés éri őket ilyenkor, és hát nagyon fontos ilyenkor a szülői támasz, a bizalom, hogy elmerjék mondani a kudarcokat, sikereket épp úgy otthon, mint ahogy itt az iskolában megélik őket. A szülő-gyerek kapcsolatában ez egy, ez egy nagy változás, de elindít valami olyasmit, ami, ami talán hosszú időre segíti a gyereket, hogyha elakad valamiben, hogyha kérdései vannak, ami nem csak ilyen apró hétköznapi dolgok, hanem tényleg lényegbe vágó, tanulásra kapcsolatos dolgok, akkor legyen kihez ez fordulni. Egy bizalom erősítő lehet ez az együtt tanulás. Akkor tudjuk azt mondani, hogy tanulni jó, meg tanulni öröm, hogyha tényleg ezt viszont látjuk a gyerekeink reakcióján. Sok módszer van, sok kutatás van, különböző életkori sajátosságok vannak, amire figyelni kell. Na azt gondolom, hogyha egy szülő jól ismeri a gyerekét, hogyha tényleg támogatóan áll mellé, akkor számára sem egy teher lesz ez a dolog, ez az együtt tanulás, hanem egy, egy jófajta, újfajta együttlétet tudunk teremteni ezzel.